Süteménysütéssel egybekötött kézműves foglalkozást szerveztek Halloween közelettével a Tolnai Magházban. A program célja az volt, hogy az őszi szünetben legyen egy olyan délután, ahol a szülők a gyerekekkel együtt eltölthetik az időt, és az ünnepre készülve többféle kézműves dolgot készíthessenek. A sütés új ötlet volt, de nagy népszerűségnek örvendett. A gyerekek szívesen gyúrták, formázták, díszítették a linzereket. Ez a kisfiú otthonosan mozgott a sütés világában. Tényleg ez? Hát igen, de előbb szerintem úgy kéne, hogy teszünk egy lekvárt, mivel a linzer az olyan. Nyami! És ráteszünk egy ugyanolyan formát. És a közepét kiválikoztam, hogy valamelyik. Igen, és utána be kell tenni csak a sütőbe, és ennyi, és kész. Meg kell várni, hogy kisüljön, és meg is lehet enni. A szervezők minden alapanyaggal ellátták a résztvevőket, a többi már a kicsiken múlott, akik szülői segítséggel ugyan, de nagy lelkesedéssel készítették a finomságokat. Sima lézertésztával fogunk halloweeni formákat kiszaggatni, és utána azokat fogják feldíszíteni a gyerekek színes cukorkákkal, csokoládéval. Nem csak sütés várta az ideérkező kicsiket és nagyokat, hanem kézműves foglalkozás is, ahol sokféle kreatív őszi dekorációt készíthettek el. Ötletben nem volt hiány, jobbnál jobb dolgok kerültek ki a kezek közül. A kézművesen hát többféle dolog készül, így a Halloween jegyében. Lehet fakanából tököt mintázni, papírgurigából denevért, aztán tököt lehet varni, kis gombócokat, és tudom, miket csinálnak még. Spatulából különböző őszi díszeket, ajtódíszeket készítenek a gyerekek. Józsa Jácint azt is elmondta, hogy advent közelettével is lesznek majd programok. Karácsony közelettével decemberben lesz majd többféle gyerekprogramunk is, advent jegyébe. Aztán az őszi periódusban most még filmvetítéssel és a felnőtteknek készülünk egyenlőre műsorokkal. A kézműveskedésen túl tök faragó versenyt is hirdettek a szervezők, aminek az elkészült és kiállított darabjait a Magházban lehetett megtekinteni. A tök faragást leggyakrabban az amerikai Halloween ünnepéhez kötik, pedig Magyarországon is régi hagyomány. Az őszi terménybetakarítások alkalmával mindig sok tököt takarítottak be, így a gyermekeknek volt alkalmuk ezekkel játszani. Arcot faragtak nekik, és a közepébe gyertyát tettek, és mivel október vége felé már korán sötétedett, lehetett vele ijeszgetni. Ez a szokás azóta is él, sőt évről évre egyre nagyobb teret hódít magának.